csapatzászlót adnak át a Damjanics laktanyában. Apáti Zoltán dandártábornok ünnepi beszédében hangsúlyozta, a parancsnokká válásnak három stádiuma van. Az első, amikor a parancsnokot kinevezik, a második, amikor már ő maga is parancsnoknak érzi magát, a harmadik pedig, amikor ténylegesen a parancsnokká válik. Vantal Zsolt kameránknak elmondta, a második vitéz vattai Antal területvédelmi ezred a Dunától keletre mintegy 9 megyét foglal magába. Ez gyakorlatilag 9 központtal működik, és jelenleg több mint 4000 tartalékos katonát számlál a területvédelmi ezred. Ez az ország keleti része, ahogy mondtam, a nevében is benne van. A területvédelemre készíti fel a települések polgárait, és önként jelentkezett polgárokról van szó, legyen az férfi, illetve női katonatársam. Készülnek arra, amit a környezetünk ma is mutat, hogy megvédjék szűkebb pátriájukat, és az önkéntesség az, ami itt aláhúzandó. Az ő képzésüket, fejlesztésüket végezzük, illetve megjelenünk a társadalomban, akár toborzás révén, akár pedig a középiskolákban a kadétprogram kapcsán. Katona vagyok, ott harcolok, ahol mondják, és ott nyerek, ahol harcolok. Zárta beszédét Poyák András, elköszönő parancsnok, aki jelentős mérföldkőnek nevezte a 2017-es évet, amikor a területvédelmi erőket megreformálták. Ekkor alakultak meg azok a területvédelmi erők, akik a mai nap folyamán is teszik a dolgokat. Nagyon fontos mérföldkő még a területvédelmi ezredek életében 2018. január 1-én, amikor is valójában ezredszintű katonai szervezetekként és zászlójaként folytattuk tovább a feladatainkat. Jelentős feladatrendszerrel rendelkezik az ezred, a területvédelmi ezredek. Többek között el tudom azt mondani, hogy azon kívül, hogy az önként jelentkezőket alapvető katonai ismeretekre tanítjuk, a modern kor kihívásai is elérhetnek bennünket, és hiszen a koronavírus járványról is, hogyha beszélek, a katonáink, tartalékos katonáink önkéntes alapon nagyon nagy számban részt vettek az idős otthonok feltöltenítésében, megtalálhatóak voltak az egészségügyi létesítmények támogatása vonatkozásában is, de ugyanúgy el tudom mondani, hogy nem csak a kiképzés és ilyen jellegű feladatokat hajtottak végre, de megtalálhatóak a déli határ mentén is, ahol a rendőr kollégákat támogatjuk a feladataik végzésében. Poyák András elmondta, az elmúlt évek kiemelkedő eseményei közé tartozott, hogy a tartalékos alegység 2021-ben az USA-ban az amerikai nemzeti gárdával közösen hajtott végre egy minősítő gyakorlatot, amelyen kiemelten teljesített, valamint ugyanebben az évben Szerbiában is számot adtak tudásukról egy nemzetközi gyakorlaton.